Emelő kosaras autóból fújják a festéket a belvárosi üzlet falára. A grafika, ami egyébként Almási Zétény keze munkáját dicséri, már felkerült, most ezt színezik ki a következő napokban. A korábban csúnya és lepukkant tűzfalra a győri polgári életet ábrázoló óriás kép kerül, tovább színesítve és díszítve ezzel a belvárost. A polgármester szerint ilyen jellegű újítás még nem volt Győrben. Nagyon részletdús lesz, sok érdekesség fedezhető fel majd benne, de hát ez akkor lesz igazán érdekes, hogyha elkészült. Úgyhogy szeretettel ajánlom minden győri figyelmébe, akár azt, hogy megnézzék azt, hogy a különböző munkafázisok során hogy alakul egy ilyen nagyméretű falfestménynek az elkészítése, illetőleg majd az egész eredményt, ami egy nagyon színes és érdekes karikatúra szerint, de mégiscsak van már egy kicsit talán komolyabb ábrázolása a győri polgári életnek. A napközbeni hatalmas forgalom nagyjából kellős közepén tartott tájékoztatón a körzet képviselője azt emelte ki, hogy a következő napokban a csúnya falból egy megdöbbentően színes falfestményt varázsolnak az alkotók. Már nagyon sok terület meg tudott szépülni, és érdemes ebben a csodálatos városban komolyabb sétákat is tenni, itt a belvárosban. De azt is látjuk, hogy azért a belváros nincs egy összetett képet mutat, hiszen a csodás barokk épületek, paloták sorozata mellett vannak olyan épületek is, amelyek később, 20. század folyamán kerültek beépítésre. És bizony, hogy ezeket a környékén még van bőven tenni, valahol annak érdekében, hogy esztétikusabb és szebb körülmények jöhessenek létre. Valóban itt a DM oldalánál, hogyha néhány hónap ezelőtt végsétáltunk, akkor csak hogy visszahívjuk az emlékezetünkbe, láthattunk egy nagyon rossz állapotban lévő szelektív hulladékgyűjtőt, kukasort, láthattunk egy nagyon rossz állapotban lévő falat. Az óriás festmény alkotója a Hősök Együttes egyik tagja, aki korábban már több hasonló képet készített itt Győrben is. Ozsvád Gergely nagy kihívásnak tartja a munkát, amivel a tervek szerint nagyjából 10 nap alatt végeznek. Nagyon nagy kihívás, nagy a fal, nagyon részletgazdag a grafika, valamilyen szinten át kell ültetni azt a grafikát egy graffiti technikára, ami hála Isten amúgy megvalósítható. Nyilván ezt a grafikán én láttam, amikor megkaptam. Minimális változtatások lesznek a képen és a grafikán, de ezt szerintem senki nem fogja észrevenni, ezt nekünk ilyen szakmailag lesz a megoldás, hogy ezt hogy fogjuk kivitelezni. Nagyon nagy projekt, csináltam már nagyobbat is, de most úgy gondolom, hogy az a nagyobb projekt, amit csináltam ennél, az is egy kicsit egyszerűbb volt, mert az én grafikám volt például, és szemben nem volt ilyen közel egy házfal. A polgármester az óriás festménnyel kapcsolatban mindenkinek azt javasolta, élőben is nézze meg a munkafolyamatokat, mert ilyesmit csak ritkán láthatnak Győrben.